Szóval arra gondoltam, srácok, hogy nagyon király lenne megcsinálni itt a challenge-et. Azt, hogy egy HP-val érjük túl a végén, illetve hogy Abby-nek meglegyen a gránátvetős challenge-e, amikor Abby-vel kell játszani és a gránátvetőt használni, úgyhogy csak a special ability-ét nyomhatom. Az 1 HP-s túléléshez és a reckless-hez szerintem 2 külön rán kell majd. Ide majd shieldet akarok használni, meg valami low HP-s karaktert. Úgyhogy... hát először reckless csinálunk, aztán pedig az on the edge-et. Most az, hogy elmegyünk Darkness 15-ig, az szerintem full unalmas, mármint abból a szempontból, hogy amúgy király játék meg minden, de nagyon kevés a lehetőséged így a buildek szempontjából. Tehát azt azért nem erőltetem, hogy így most menjünk egy csomót. Hát megmondom őszintén, engem is nagyon érdekelne a Returnal, de nagyon zavaró, nagyon frusztráló, hogy én vagyok a kontrollers célzással. Szóval Abigail és a gránátvető. És 20 perces. Hát most az, hogy hanyas Darkness-en csináljuk meg, tök mindegy. Na hát ez az, amit nem kellett volna nyomni. Tehát, hogy az volt a gond, srácok, hogy sima lövést nyomtam. Mondjuk a Returnal támogatja a billentyűzeteget? Komolyan? Ezt nem is tudtam. Na ez, csak ezt nyomatom. Tehát most kontrollerre játszom a játékot. Nem szoktam így nyomni, mert ebbe könnyebb az egér billentyűzet, legalábbis nekem. De most ennél a buildnél tök mindegy, mert itt nem kell célozni. Double shot. Bullet speed, spread, bullet damage. Na ugye itt azt találtuk ki, hogy ugye a summon build az így tök jó. Ja, a summon build az így tök jó. Ha jól emlékszem, a knockback az itt nem adja. Úgyhogy azzal nem kéne erősködni. Én próbáltam kontrollerrel, Frici, játszottam a Returnal kontrollerrel. Nem tetszett. Játszottam a Horizont is kontrollerrel. Nem tetszett. Nem. Nagyon nem. Ezt nem tudtam amúgy. Mióta támogatja a Returnal az egér billentyűzetes játékot? Ez nekem új info. Hát legyen a Ghost Friend. Az első sebzést már be is kaptuk. Aha, bullet damage, bullet size, fire rate. Hát a bullet size az itt nem kell. Reload rate. A fagyasztás az amúgy jöhetne. Nem tudom, summon. Rákeresés támogatja? Ez tök jó. Ez tök jó. Na. Summon attack speed, fire rate. Pickup range. Jó, hát summon. A
kardot kéne megszerezni. Van amúgy valahol összesített lista, hogy milyen játékok kaptak egélybillentyűzet támogatást? Nem tudom, de hogyha van ilyen, az amúgy engem is érdekelne. Hát az égetés. Elementál és Summon Build. This is the way. Jó, az ott majdnem szorulás lett. Milyen gyorsak lettünk. Milyen gyorsak vagyunk. Big Shot, az annyira jó lenne, de nem lehet. Nem lehet. Holy Shield. Miért nem? Na tessék, már le is esett rólunk a Holy Shield. Még 2 perc, amíg feltölt. Fejlesztve 1 perc. Na hát, mínusz 2 HP. Nem úgy történnek a dolgok, mint ahogy azt én szeretném. Hát ennél ügyesebb is voltam. Na, move speed fire rate. Oh, Dragon Egg. Jön a sárkány, srácok. Amúgy egy brutális krumpli, nagyon szépen köszönöm a 25-ös shield. Köszi szépen a támogatásodat. Ha esetleg nem mondtam volna. Márpedig szerintem nem mondtam. Megkaptuk a boss-t. Na, elektromágus jöhet. Fire starter is, de elektromágus. Ez az. Zúzzon az a villám. Boss tölni? Nehéz. Jújjúj. Hát itt pláne nehéz lesz, hogyha 1 HP-nk van. Csak ügyesnek kell lenni, és nincs gond. Burn damage. Na tessék. Jó. Nem tudok ugye utat vágni magamnak. Na végre. Na hát, ez nagyon jó. Nem tudom elkérni. Sajnos ennek a ládának itt kell maradnia, mert tönkreteszi a buildet, ugye legutóbb tönkretette. Damage-et kap a sárkány. Aztán kérjük tőle majd az attack speed-et is. Mármint, hogy kérjük neki. A újságírók vannak a cseten, azt mondod? Kovácska. Na hát a shield megint leesett rólunk. Attack speed a sárkányra, mindegy. Tehát a többi nem is érdekel. Pedig én úgy látom, hogy elrejtetted egy-két csápos megnyilvánulást az üzeneteikbe, Lovaska, úgyhogy lehet, hogy el kéne olvasnod, nem? Nem gondolod? Ez gond. Ez gond. Ez gond. Ez egy nehéz challenge. Ez egy nehéz challenge. Vegyük le Darkness 0-ra. Tök mindegy. Lejjebb vehetjük. De még ugyanúgy nehéz lesz.
nem érzem, tehát hogy nem látom olyan hasznosnak, vagy hogy is mondjam nektek, nem látom olyan fontosnak ezt a darkness szintet. Max annyi, hogy achievement kötődik hozzá, és ennyi. Ballet damage, knockback. Na hát, reload rate van itt, meg sárkány. A reload rate amúgy jó lett volna. A sárkány kell. Nagyon szép damot tudok hozni. Kifejlesztve. A ballet damage-et valószínűleg ott van, na tessék. A summonünk. A kart segít nekünk. Kasza. Hozzuk a kaszát is. Az a jó, hogy nagy sebzése van ennek a kardnak, meg a kaszának, mert ugye a sebzést a rakétavetőből kapja. A spread, mint stat, az itt szerintetek mire vonatkozik? Hogy milyen távolra megy el a lövésem? Én nekem az a nagyon nehéz, de hát látom most már itt vagytok páran Witcheresek, hogy hogy a fenébe szerezhetek pénzt a Witcher 3-ba. Úgyhogy már így nagyon küldetéseim nincsenek, és az armorok meg iszonyatosan sokba kerülnek. Ennek az csak volt. Arra csak volt lehetőség, vagy még mindig megérős a tehén farm az elején. Jól tudom, már nem megy akkor át, mint régebben. Esett loot bőven. Nekem szívás volt pénzt szerezni. De majd megnézzük jövő héten, hogy akkor mit kéne csinálnom. Sok XP. Na. Hero akármi. Ballet speed HP. Ballet speed? Lehet az kell amúgy nekünk. Aha, kell a ballet speed. Akkor mi lehet a spread? Mi lehet a spread, mint a stat? Pontosan a kurzorral lő, vagy van szórás? Itt? Tépőgép itt ez úgy működik, hogy Abby-nek a special ability az így random kilöki a karakter köré a lövéseit, és ennyi. Tehát, hogy itt nincs ilyen, hogy most így célozni kell. Hát itt teljesen random mennek ki a lövések. De amúgy egyébként célozni kell a játékban. Csak ezzel a karakteren, mind hogy ezzel a special ability-vel nem kell. Na. Plusz 2 projectile, minusz 31 fire rate. Nem. Jó lenne, de nem. ...36-ot sebez az égetés a kis sárkánynak. Ballet speed, piercing. A piercing az gond. Summon damage, na az jött.
bár majd idővel a piercinget is be kell vállalni. Egy orr piercinget. Nem, a pierszelő lövésre gondoltam. A pierszelő lövéssel gond volt, amikor ezzel kísérleteztem. Szia, Kerosz! Gwentezünk? Aha, hát akkor lehet, hogy meg gwentezni kell. Ötvenegy seb ez a sárkány. Mindjárt jön az átkozott boss. Summon attack speed kell. Ezt elszúrtam. Ja. Bullet damage, bullet size, az nem. Movement speed, bullet damage. Movement speed, tehát hogy így, ha legyen ez. Az a jó, hogy a movement speed-del még jobban meg tudom magam ölni. Gyorsabb vagyok, és utolérem a golyóimat. Fú, nem tudom, Frici, a Witcher 3 után nekem játszani az egyel borzalmas volt. Annak a harcrendszerem szörnyű volt számomra. Move speed fire rate. Pickup range, jó legyen a pickup range. Most nem használom a lövésemet, ha nem kell. Summon damage, summon attack speed. Arra lő a summonünk, amerre célzunk. Akkor lehet, hogy feljebb kéne vinni a... Amúgy a bullet damage-et. Mit szóltak? Bár nem, az kevés lesz. Akkor viszont elementálra kell átmennünk valószínűleg. Elementál damage-ünk legyen. Ghost buff, summon damage. 102-t támad a sárkány. Ez egy challenge, amit csinálunk, tehát hogy az a feladat, hogy támadni nem támadhatok az alaptámadásommal, így a gránátvetővel, csak a különleges nyomatom, vagy éppen nem nyomhatom, tök mindegy. Az a lényeg, hogy az alaptámadást nem nyomhatom meg ez alatt a meccs alatt. Na, summon damage, summon attack speed, bullet damage. Az attack speed miatt szerintem megéri. Milyen szinergiák vannak amúgy még? Ugye az megvan. Nem is tudok lapozni, mi a fene. A spread az milyen skillre vonatkozik?
Hát így a lövéseinkre vonatkozik, lovacska. A lövésekre. A reload rate 100%, tehát fanfire és a fresh clip kellene. Fanfire, fresh clip. Nem is tudom amúgy miket kéne összehozni. Hát valószínűleg amúgy az elementál buildet. Utolsó 2 perc fog következni, ami így intenz. Elképesztő mód okádja magából a sárkányunkat üzet. A lencsét nem szabad kivenni, mert tönkreteti a dolgokat. Ballet speed, az viszont jöhet. Ja. Mondjuk kéne is akkor használni. Jó. Ballet speed, az így jó. Ja, gyűlik az XP, nem tudom felvenni. Ballet speed. 20% alatti enemiket automatikusan megölünk. Ballet speed az azért kell nekem, hogy nagyon messzire szálljanak a lövedékeink. Lehet amúgy a holy shieldet is el kéne hozni. Ballet damage és knockback. Jó, kezdjük akkor az elementál buildet. Égessük őket. Bár akkor nyilván nem a movement speedet kellett volna kivennünk, de... Hát na. Hibáztunk. Aztán jelent a fagyasztás is. Ja, nekem nem is annyira tetszett az első rész. Így kipróbáltam és így, Jézusom. De most már csak azért is végigvinném a sztoriát, mert magyar szinkronnal. Burn damage, reload rate. Pont a hajnalra érkeztél, így van. Mi újság, szóval a karcoló. Aká néztünk előtte. Nagyon sokan vannak körülöttünk. HP csipkedés a fagyasztásnál. Mehet. Na hát, elkezdődött a 10. perc, most már durvább enemieink vannak. Utolsónál 3 ice shard. Jöhet. You have returned. Kasperius, nagyon szépen köszönöm a támogatásodat, immáron a 3. hónapja. Itt újra étköztünk. Srácok, peregjenek a szvegek és gratula az újabb badge-ethez.
Köszi szépen, srácom. Itt a 10. perc után iszonyatosan lelassul a játék, legalábbis az XP-ket illetően. Alig kapunk XP-t az enemiből. Mert ugye kevesen jönnek, kevés XP. Na, jött egy boss közben, most látom. Jézusom, nagyon sokan köpködnek most. Na, fire rate, lighting, jött a lighting, meg van bullet damage is, lighting. Aztán majd jött a bullet damage is, de először lighting. Sokkoljuk csak őket. Vagyis tudjátok, hogy én az elementál build-et raktam a passzívba. Vagy mi a power up-oknál. Na, meghalt a boss. Ugye rá lehet menni a lootjára. Először a köpködőket ki kéne iktatni. Védik, egyszerűen védik, srácok. Én is megvettem a játékot, miután láttam nálad, nagyon megtetszett, szóval köszi, amúgy nekem eddig a shoti 5-ben a legjobban. Epic build-et lehet vele rakni. Na, kíváncsi leszek rá, mert én azt nem nyomtam. Movement speed reload rate 35%-kal reload után. Az jó, mert 2 sec alatt kilőjük a golyóinkat. Örülök egyébként Kasperius, hogy megtetszett. Most így próbálok rámenni a challenge-ekre. Na, ez az explode, ez jó volt legutóbb. Endgame-be legalábbis. Amikor széthasad az enemy, és a max HP-jának a 10%-át azt így rásebzi a többiekre. Viszont kell még akkor burn damage nekünk. Nagyon közel jön rám az enemy. Reload rate, bullet damage 1 sec-kel megnő. Jó legyen az. Tehát 1 sec-ig nagyobb bullet damage-ünk van a reload után. És mivel gyorsan kidaráljuk a damage-et magunkból, ezért ez jó, ez jó. Azt hiszem, hogy ez jó. Már nem látom a nagy számokat, mert sok számot látok a képernyőn. Burn damage, fire starter, bullet speed, bullet damage. Aha, bullet speed még mindig kell. Jól van, nagyon távolra lőjük magunktól a robbanót, úgyhogy ez most egy ilyen bullet speed-es build. Ott a sok XP bal oldal. Kellene felszipkázni. 5. perc, boss kaptunk.
Ha elég távol vagyunk tőle, akkor meg se érezzük. Fire rate, az is jöhet. Bár a pattogó lövés az annyira nem tetszik rajta. Gyorsan halni, mint ahogy én azt szeretném látni. Bzz, azt mondja, jó. Bzz. Jó, meghalt. Na, azt mondja, hogy bounce, az nem kell. Lightning freeze damage, tehát az égetés jobb lehetne. Fire rate, bullet damage csökkenés. Jó, rámegyünk akkor az elementára. Amúgy is nagyon jó elementálok vagyunk. Így a summonöknek a sebzése csökken, de legalább gyorsabban égetünk, erősebb a lighting, fagyasztás is erősebb. Remélhetőleg, persze. Sárkány nem vicce, hát ontja magából keményen. Na, hát még 3,5 perc, srácok. Ott egy boss bal oldalt. Lett rakva. Na, mi van a ládában? Még gyorsabban lőjük ki a rakétát. Burn damage, az jöhet. Konkrétan egy szek alatt kimegy az összes golyó a tárból. Bullet damage is jöhetne most már. Hát ez nagyon tetszik, hogy így. Csinálták lent a Rush Royale-ba? Hoppácska. Én amióta említetted, azóta nem nyomtam. Azóta nem nyomtam a Rush Royale-t. Ugye az immortális perget főleg. Most meg már az sem. Eddig is már csak ilyen izé... majdnem bealvósan nyomtam az immortálist. Az utolsó 2 perc nagyon hard. Nagyon akarnak minket a piros golyók, srácok. Valamit árthattunk nekik. Burn-nel heal elődhetünk, hát az most annyira nem. Reload rate. Plusz 2 amona, tessék. Minél több ammo, minél többet tudunk lőni, minél gyorsabban, annál gyorsabban applikáljuk az elementáros dolgokat az enemire. Utolsó 1 perc.
No, ballet damage knockback. Fire rate. Ballet damage. A knockbackra azt mondtam, hogy az haláli ebben a buildben. Mármint tényleg. De most csak a ballet damage miatt hoztam el. És amúgy úgy néz ki, hogy megérte. Pickup range, a Mori feel jöhet. Mennyi XP maradt itt. Elképesztő. Na és túléltük. Reckless, srácok. Achievement kész. Na, akkor most már én is megpergetem Kasperiusnak. Szia Szilvia. Szia Fnafan. Ja, hogy FNAF fan, értem. Megvan. Köszi szépen, Pixel Enter. Hogy folyamatosan hallgasd a szöveget a random NPC-ktől, hogy viszket a tököm, komolyan ilyenek vannak. Hát akkor na nehogy kell, na nehogy kell. Azt mondja, hogy Reckless, gránátvető Abby-vel, és úgy, hogy csak Abby special ability-t lehet használni tüzelésre. Jó. Na, srácok, ami itt van, és érdekes az az, hogy 1 HP-val éljük túl, úgyhogy most azt kéne megcsinálnunk. Szevasz, George. 1 HP-val kéne túlélni. Abby-nek 4 van. Jó, hát most a kontrollert azt félre fogom tenni, srácok, mert kb. Ehhez az egy build-hez jó nekem. Szeretem használni. Disconnect. Ez egy olyan ritka achievement, hogy a játékosok 3,4%-ának van csak meg. Na. Tehát kevés HP-s karakter. Aha. Hina. Spark. Mit szóltak egy Sparkhoz? Scarlet. A Scarlet a Flame Cannonnal. Nem tudom. Ja. Scarlet a Flame Cannonnal. Mind a harmadik lövésünk Fireball. Tehát égetés. Égetés, égetés. Égetés. Ez az a karakter egyébként, akivel így megszerettem az Elemental build-et. Az elején semmilyen sebzése nincs. Nem úgy, mint a többieknek. Viszont az első pár szintlépéssel, ha szerencsénk van, ahogy látom, most nincs. Rögtön akkor kérjük a sárkányt. Ki kell szedni az összes elementát. Villám, fagyasztás, égetés. Végre megtaláltad a streamet? Nehéz volt? Amúgy. Mi okozta a problémát? Ezt nem tudtam, Kerosz. Ilyeneket mondanak a szinkronba. Hát majd ki akarom próbálni. Ugye most már egyre több égetést teszünk az enemire. És össze kell hoznunk az egyes max HP-t. Úgyhogy kell a shield is ránk majd. Tehát mindenféleképpen egy olyan átkot kell választanunk, ami elveszi a max HP-nkat.
Még hogyha az nem is segíti a buildet. Az átok. A ránt segíteni fogja. Villám. Beléptem reggel 8-kor a Twitch-re és 3 szekre elment az internet. Ú, ez nagyon durva a sztori. Ez nagyon durva. FNAF-ban. Te nem találod durván a Konix? Egyébként a Moonscar demót most néztem meg, eléggé adja. Ugye? A trailer alapján nekem is nagyon jónak tűnt. Ez az egyik leggyorsabb fegyver, ez a Flame Cannon. Azt néztem. Most hirdettem le, hogy könyvet írjak belőle. Na, szép, már lopod itt a bizniszt. Ezt én akartam. Firestarter jöhet. Még több égetésért. Éges el. A boszt. Ez az. Pickup range, movement speed. Jó. Scarlet kap 10% fire rate, tehát minden egyes alkalommal, amikor égetést okoz, ez a buff reload-kor resetál. Tehát akkor hatalmas tárat kell varázsolnunk. Ez a feladat. Na nézzük. Maximum plusz 5. Reload rate. Aha, ez nem az. Sárkány attack speed. Igen, most az 1 HP, a max 1 HP a cél. És ugye azt csak a körzből tudjuk, a körz ládákból tudjuk összehozni. Kell még a shield is rá, hogy ne legyen olyan riski a dolog. Az első cursed láda kevesebb, mint egy percen belül jön. Persze, legyen akkor a fagyasztás is buffolva. Shieldet nem ad a játék, pedig az is tök jó lenne. Hát akkor move.
Vagy walk speed. Legyen a walk speed. Ismerjük a Witcher-t? Ó, pont az előbb beszélgettünk róla. Bár nem biztos, hogy egy dologról beszélünk, mert lehet, hogy a könyvekre gondoltál, vagy a sorozatra, mi meg a játékokról beszéltünk. Na. Tehát itt van. A fire rate minusz 25%, ez lenne nekünk jó, mert ugye bullet damage-ünk nincsen, viszont a minusz 1 HP-t ezzel, vagy ezzel tudjuk elérni. Bullet size miatt szerintem amúgy ez érdekes lehet, illetve a mondjuk amúgy is infinite piercinges a lövésünk, de hát én ezt nézem meg. A Tome of Power-t. Ó, de vastag lett. A balletünknek nincs damage-e, ott ahol is shield. Azért kérjük ki, hogyha esetleg megsebeznek, akkor még biztonságban legyünk. Másik körzládából is minusz 1 HP-sat kell majd kivenni. Kéne reload rate, meg... Ujjjj, leesett rólunk a shield, dobaskodtam. Na, burn damage, ez jó, jól jön. A bátyám barátnője, a barátnőjének a testvére annál a cégnél dolgozik, akik magyarra szinkronizálták. Tök menő. Tök menő. Ez tök menő. Na nézd meg, Konix már rögtön itt interjúztatja az alanyt. És ez téged így mennyire befolyásol téged a hétköznapokba? Nope. Én annyit tudok mondani erre, hogy néha. Azt olvastam ki. Jó, tehát magam mögé szeretnék golyókat. Na, az kellett. Lehívás jöhet. Bár még mindig kellene nekünk a projectile. Reload, automata reload, reload rate, fire rate. És mik vannak még itt? Reload rate, max ammo. Reload rate növelés, bullet damage növelés, aha. Hát az annyira nem. Az se. Ammo refill. Hát mondjuk a reload rate miatt talán ez. Azt hittem eltaláltak. Vagy eltalálnak. Ó, visszajött a shieldünk. Burn-nel heal előthetünk.
burnt okozunk, reload rate, jó, reload rate. Már inkább a max ammo kellene nyilván. Hát, csak pörgetni kell, aztán halnak. Jó. Mi van még itt? Fire rate? Azt szerintem annyira nem. Max ammo. Bounce-oló. Aha. Végül is, aha. Reload rate, bullet damage. Itt mi is van? Burnt okoz, tehát akkor a mágikus lencsék jöhetnek. Hát remélem majd a diócák is szépen halnak. Még több burn okozás. Még mielőtt erre bárki is válaszolna, azt szeretném leszögezni, hogy ha vicceket szeretnénk olvasni, akkor azért el tudunk menni bármelyik internetes oldalra. Nem tudom, szerintem annyira nincs szükség arra, hogy vicceket osszunk meg egymással most itt így a cseten. Se most, se a jövőbe bármikor. Mindenféleképpen forgatnom kell a támadásomat. Na, a fanfire az pont kellett. Tehát az utolsó lövésünk az egy körbelövés. Jó. Még több burn okozás. Ez itt nagyon sok XP, srácok, nagyon sok XP lett itt hagyva. Ammo refill. Bounce-oló lövés. Nyomom a bámuszoló lövést. Hát ne arra gudj, Konix. Azt mondja, hogy ott van a Shatter. Szia Kelvin, mi újság? Új, egy giliszta elég közel jött hozzám. Ezt most körzd amúgy? Nem tudom. Jézusom, hát nagyon sokan lövik rám a kis piros golyójukat. Na, ez egy láda. A burn kétszer tovább tart. Hú, egy jó szintlépés.
Fushi Láda, még egy projektár is, még nagyobb spread, és Ballet damage csökken, az nem érdekel minket. Na, itt volt egy olyan szinergia, mi szerint Fushi Láda, Fanfire és a Fresh Clippel lehetne, aha, reload rate-et növelni. Értem. Hatalmas égetések. Amori feel. Ahogy látom, ilyen infinite amot tudunk magunknak ezzel varázsolni. Most elég király. Azt tetszik. Ez jó döntés volt. Ó, még egy fát is betámadtam, pedig nem akartam a fákat bántani. Ez így tetszik. Szép lángszórózások vannak. Have IQ, az mit jelent? Látom, te ilyen... angolul tudó vagy. Ó, basszus, Kelvin. Jobbulást. Remélem sikerül mi hamarabb kilábalnod. Kill clip, fresh clip. Take aim, ballet speed, dragon bound. Hát jó, mit tudom én. Reload rate, tessék. Hát a reload rate nevelés. Minden egyes megölte, nem ilyet. Tehát amikor reloadolunk, se igazán reloadolunk, tessék. Erről szól az egész. Folyamatos lángszórózások. Azt hiszem arról van itt most szó. Na, mi van itt? Reload rate, movement speed. Knockback, bullet speed, burn. Nem érdekel ennyi burn. Inkább akkor legyünk gyorsabbak. Szevasz, FB Levi. Üdv mindenkinek, srácok. Mindjárt jön a Cursed Láda. Még 15 másodperc. Már csak 6 szek. Na. Burner HP-t tudunk tölteni. Pickup range. Az effect double-ölt, amit ezt csinál. Jó, mert amúgy nem tudom, ez... Hú, hát hatalmas golyókat lövünk ki. Ja, hogy te vagy az? Nem akarok vulgáris lenni, de remélem elégsz.
Bár csak látnám, mi történik a képernyőn. Édes Istenem, mi történik? Azon kívül, hogy vannak. Na. Bullet bounce, bullet damage, mínusz 1 HP. Bullet bounce, igen, az volt. Movement speed, jó, hát akkor ezt kell kivenni. Bullet bounce. Jó, és úgy érzem amúgy, hogy meghalunk. Lighting, erősítés. Na most már jó. Target boss. Nagyon jó, nagyon jó. Kapja, kapja, kaptekos. Mik azok a hatalmas nagy golyók? Bullet damage, burn damage 67%, very big. Az a lézer azt a boss csinálta, meg akart ölni. Meg lesz a win, még 3 percet kell túlélni. Na tessék. Robbanásokat tudunk okozni. Ez a szinergia kellett. Pörgetem, forgatom. Egy max HP-n van, srácok. Úgyhogy szerintem jó irányba vagyunk. Hogy meglegyen a... meglegyen az achievement. Bullet damage knockback. A burn heal-el, de ez nem érdekel. De mit csinálják azzal, hogy a burn heal-en? A pajzsot választottad? Van pajzsom. Vargabb. Vagy hogy gyorsabban töltődjön újra? Jogos, jogos. Bár én most már nem érzem azt, hogy így a közelembe tud az enemy férkőzni. Ott van, egy perces regen. Erre gondoltál? Azt se látom, hogy rajtam van-e a pajzs egyébként. Amúgy jogos, amit mondasz. Ja, még eltalálatnak. Bullet damage. Pickup range. Legyen ez. Ajaj, a piros golyók akarnak minket, srácok. Gonosz piros golyók. Kicsit több, mint másfél percünk van túlélni. Az biztos nem. Bullet damage. Reload rate. Az 5%-os reload rate nem hiszem, hogy kell nekünk, de gyere. Gyere rám. Legalább lehet egy szinergiám. Még. Rajtam van a shield, oké. Okay. Megnéztük. Hú, egy kis akadást érzékeltem az erőben. Na. Bullet speed 30%. Movement speed. Legyen movement speed, mit szóltok? Még gyorsabbak vagyunk. Még gyorsabban tudjuk terjeszteni a tüzet. Ezen a részen én sok XP-t láttam, úgyhogy azért is jöttünk ide. Na tessék, ott van. Bullet damage 55, max ammo 1, reload rate 100%.
Ezt ki akartam próbálni, hogy milyen. Tehát most egy almónk van. Egy HP, egy almó. Húszek, még 20 szeket kell túlélni. Még a 40 szintet gyorsan össze kéne hozni. Ott is van. Ballet speed, jöhet. Szerintetek? Sikerült. On the edge. Yes! Jaj. Na srácok. A ritka achievementek közül megszereztük mindegyiket. Köszi, köszi. Majd most már csak az van, hogy elérni az 5-ös darkness-t, elérni a 10-est, a 15-öst is, mert nem elérni, hanem túlélni azokon. És túlélni minden karakterrel és minden fegyverrel. Hát ezek tudjátok, hogy mi kell. Ez az kell, hogy még többet játszunk a játékkal. Csak nincsenek célok azon kívül, hogy éljünk túl. Nincsenek célok azon kívül, hogy éljünk túl, illetve megcsináltuk az elemental buildet, és így még azt se tudjuk ugye kimaxolni, mert nagyon kevés rúnánk van. Szevasz, Frentob. Minden 1500. enemy droppolni fog nekünk egy itemet, ami heal rajtunk egyet. Wow. Wow. Hol is shield-el kezdjük a játékot. Wow. És sértetetlenséget kapunk 5 szekre, hogyha ledroppol a HP-nk egyre. Szia, Duma Manu! Kitartást, kitartást. Ha lemegy a HP-nk egyre, azonnal healerődünk 3-ra. Second Wind. Ez csak egyszer aktiválódik. Guardian. Amikor kapunk egy halálos sebzést, destroyol nekünk egy summon-t ahelyett, hogy meghalnék. Wow, érdekes, érdekes. Na, hát itt meg healer rajtunk egy HP-t minden 5. szintnél, illetve 4%-kal több XP-t kapunk. Ha freeze vagy burnt okozunk 50 alkalommal, akkor kapunk sértetetlenséget. Gyere! Minden harmadik lövésünk végtelen piercingű és bullet size, dupla bullet size-ú, illetve a lövésünk 40% extra damage-el rendelkezik, most már 60-nal, 80-nal és majd 100%-kal is. Szóval, ja, lehetne menni még egyet. Hát igazából, ha megyünk még egyet, az még egy achievement. Megyünk még egyet, az még egy achievement, de a ritkábbak azok amúgy így most megvannak. Szegény Diamond, ő annyit tud, hogy 7 HP-ja van. Lilith-tel lehetne summon build-et nyomni. Lilith summon build, mit szóltok? Ez egy nagyon durva summon build lesz. Lilith summon build a bad gun-nal. Hm.
Vagy revolverrel? Azért lenne jó summonnel, mert a bad gun summon. Lilith bad gun. Igen, darkness-öt. Szia, Girenix. Ugye Lilith azt tudja, hogy a megölt enemikből van esély arra, hogy ilyen idézett lények jönnek ki. Kis koponyákok. Na, ilyet még egy bullet damage-et azt lehet csökkenteni. Bár mondjuk nem biztos, hogy kéne. Na jó, ez lehet, hogy nem volt jó döntés. Ilyen summonös dolgok kellenének nekem. Na, tessék, ez például elég summonös, a sárkány tojás. Jaj, jaj, megsérültem. Hú, de lassú ez a karakter. Na. Funfire, tessék. Sebzésünk 15%-át nyomja. Az utolsó golyászt itt lőjük ki. Nagyon durva sztoriaid vannak. Naffan, az a helyzet. Nagyon kemény. Na, tessék. Tojás mit tud? Sárkány. Egy sárkányt fogunk kikeltetni. 3 percig van nálam tojás formában, utána pedig egy támadó sárkány lesz, aki tüzes sebzés nyom. Még egy projectile. Summon damage. Az jöhet. Ez az alapsebzésünkre is hat. Bár szerintem nem lesz sok sebzésünk. Főleg mivel... Ha azt akarom, hogy legyen sok lövedékem, akkor... azt fel kell áldozzuk. Hát, tartja a mondás, hogy mindig legyen nálad tartalékcipőfűző, ugye? Így van. Ezt még Attila mondta. Amikor leesett a lováról. Zsizsira. Hány képessége van satolna, azt mondod? Ja, csak nem kéne hozzá csökkentenem a bullet damage-et is, mert mondjuk igazad van. Ja, igazad van. Én azt hittem a fegyverre gondolsz, de igazad van. A sárkányt mindenféleképpen meg fogjuk kapni, a Ghost Friend-et kiváltom, hogy az is jöjjön a fejlesztésével. Mert így tudunk summon damage-et, meg summon attack speed-et növelni. 12-t vagy 11-et sebez egy koponya, ha jól látom.
Na nézzük. Igazadon Vargab, hogy nem csak a denevérünk jó, hanem a Chaisi. Summon damage, summon attack speed Lilith-től. Ez nagyon jó. Szia, Múz! Még egy mágikus dagger. Na, kikelt a sárkányunk a tojásból. Ezt a buildet szereted a legjobban? Engem egy kicsit zavart, hogy ilyen sok koponya van, de most, hogy sok koponya, sok denevér van. Fire-ét. Kéne még ballet damage, amúgy. Sárkány erősítés. Ez nem sárkány erősítés. Ballet speed. Na, ez például summon. Jöhet a summon. Honors! Ha-hó! Ma megcsináltunk két achievementet ebbe a játékba, Honor. És most akarunk egy harmadikat is, és utána más játék után nézek, szerintem. Jój. Easy. Na. Reload rate, summon damage, summon attack speed. Ez elég egyértelmű. Van egy 4 éves stádium mentésem, és ott még nem volt sziget, amikor elkezdtem. Most megnyílt nekem is a sziget, és végtelen móka. Hát igen, 4 éves stádium mentés, basszus. Sziget elég új cucc. Na tessék, sárkány. Summon damage, summon attack speed. Amúgy csak át kell ölni ezen a cuccon, ami itt van előttem. És nem jön a képernyőre az enemy. Na jó, azért ott baloldalt feltűntek. De alapvetően nem jönnek. Amúgy menjünk körbe. X-Fair. Ez itt már sok szintlépés. Na, már lőnek is rám. Hogy volt, Merced? Na, sárkány. Egyértelműen sárkányfejlesztés. Sárkány, persze. Ó, itt én látok ilyen 29-es sebzéseken. Hú, sok a coin lent a földön. Nekem még mindig meg kell csinálni a banánfát az új szigeten. Ballet speed, fire rate, pickup range, piromágus, ballet damage, azt akkor nem is tudom, ez már az az irány mondjuk, de legyen ez.
pickup range, bullet bounce, fire, aha, 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 pickup range, lighting. Nem akarok, nem akarok elementált. Bármennyire is király lenne az elementál, most nem akarok. Reload rate-tel kéne valamit majd csinálni. Nagyon lassan tölti be. Na tessék, summon attack speed. Az kellett. Iszonyatosan erős bat gun buildet kéne nyomnom. Ez most nem az, mert a bullet damage-et azt így azt tönkretettem. Tegyük tönkre még jobban. Jó. Mennyi denevér? Mennyi denevér repked a képernyőn? Jó, és akkor burn tudunk okozni. Damage és attack speed. Summonra, persze. Nagyon nyomják a koponyákok. 20-at damage-elnek a koponyákok. Ez ilyen tiszteletes. Igen, ez még több summon damage. Nagyon-nagyon tetszik ez a játék. Amiatt nem lesz sűrű nap palettán valószínűleg, hogy nagyon gyorsan kimaxoltam. Tehát, hogy most így megcsináltuk a legnehezebb achievementeket, meg tegnap előtt, és így most már így annyit lehet csinálni, hogy föl kell menni a legnagyobb nehézségre, és akkor úgy túlélni. Hát az meg nem bonyolult. Mármint, hogy addig fölmenni. Utána mindegyik karakterrel megcsinálni a túlélés, meg mindegyik fegyverrel, az már bonyolult lehet. Most mi a challenge? Most nincs challenge igazából, csak megcsináljuk a Darkness 5-ön a túlélést. Ennyi. Most igazából ennyi van. Darkness 5-ös túlélés. Most nem akarok lőni, kíváncsi vagyok, hogy úgy meddig jutunk. Pickup range, aha, ez jött. Szükség lesz amúgy a lövésre, ez biztos. Szükség volt a lövésre. Ez
és még egyszer szükség volt. Jó. Ah, boss, kaptunk bosst. Bounce-ol, hogyha átmegy a lövésünk. Reload rate, fire rate. Jó. Jó, jó, jó. Most csak a bossra akarok lőni. Kíváncsiak, milyen gyorsan. Azt a rohadt. Halt. Movement speed. Egy szekig. Ahogyha megölünk egy enemit. Ez igazából már megvan. Ez elég béna. Lilithnek ez a képessége. Ez elég béna. Mármint az, hogy movement speedet kapok. Hát itt valószínűleg a kihívás az, hogy felvegyük az XP-t. Meg lehet ölni a fákat, igen, csak iszonyatosan sok sebzés kell rájuk. Nem gondoltam volna, hogy meg lehet őket ölni, de meg lehet. Meglepett. Fagyasztani kell őket, azt mondtátok, azt hiszem. Ennyi denevért nem bírná el a laptopom. Mint amennyit itt kilövünk. Na. Reload rate, max ammo. Ballet damage, knockback. Jöhet. A denevéreknél is veszélyes egyébként a knockback. Mert ugye a denevérek azok felém is lökhetik az ellenfeleket. Hát, így van Gábor, az Antiadon eszedbe juthatott róla, de itt igazából annyi köze van hozzá, hogy hogy a hajnal, és ennyi. Movement speed, reload rate, na tessék. Halál után golyóká esnek szét. Bitrate jól bírja? Na, örülök neki. Ezek a denevérek, ezek a bitrédi gyilkosok is egyben. Látjátok, ez a gond a denevérekkel, hogy így... Vagy legalábbis nem a denevérekkel, hanem a bullet spreaddel, hogy nem tudom felvenni az XP-t. Red bullet damage. Jaj, jaj. Szevasz, Norv. Vagy én már nem is emlékszem, hogy a Mici Mackó hogy kezdődött. Ó. Oh. Meghalt a boss. Eddig bírt a szegény. Fire rate, bullet damage, knockback.
Ballet damage. Ballet damage. Mindig csak a ballet damage. Legyed ez. Ne legyen ballet damage-ünk. Most már oda teszünk a bitrétnek, mit szóltak? Alkonyától a pirkadatig jut eszedben? Ezt lehet, hogy nem is ismerem. Ha nem lesz elég damage, mehetsz vissza a balettbe ugrálni. Na ott egy boss. Csak a bossra lövünk, srácok. Halt. Summon damage. És még több spirit, amikor egy enemit megölünk. Ballet speed, minus spread, ballet damage, ballet size, fire rate. Adja, persze, hogy nem. Ez konkrétan a denevér hányó kézikészülék. A denevérhányó kézikészülék. Azt a mekkora golyók repkedtek ott az előbb. Na tessék, reload rate 100%, ballet damage 50, amú... Akarunk ilyet? Ahogy ne akarnék. Mindig amikor kifogy a tár, akkor kilövünk 10 golyászlét magunkból. Úgyhogy nem mondom azt, hogy ez egy... Ez így jóvá tette a buildet, vagy hogy jó letette a build. De viccesnek, mindenféleképpen vicces. Ballet speed, az is jöhet. Igen, igen, shotgun lett a fegyverünkben. Száguldó koponyákok. Csak úgy csipegetjük az enemit. Na mi vagy? Reload rate, aha. Ballet damage, piercing. Persze, piercing. Piercing elő denevérek. Jó, látom az XP-t. Legalább. Ballet speed, ballet damage, ballet speed. Reload rate, ammo. Ammót azt nem kapunk. Ezt tetszik, amikor így olvad az enemy. Na, mi az, amit még kaphatunk? Movement speed, fire rate. Persze.
Még bounce-oljon is a lövedékünk. Ez, hangsúlyozom srácok, nem egy elementál build, úgyhogy ez különleges, tehát hogy ez eltér a kedvencemtől. Így is látjátok, hogy megfogy a zenemi, de ez azért van, mert power up-ok között ezek vannak kirakva. Úgyhogy napocskám, mai cím. És itt a nap. És nehogy szomorú légy. Ennyi a története a mai címnek. Így van, pontosan, Connor, lehetne százszor is rosszabb. Na, hát achievement. Jesus. Na hát, ez jó. Sikerült a túlélés, sikerült megcsinálni az ötös darkness-t, úgyhogy most már ez is megvan, srácok. Nem mondhatjátok, hogy nincs meg, megvan, sikerült. Cél a 10, majd a 15, illetve a 15-et megcsinálni minden egyes fegyverrel és minden egyes karakterrel. Szívesen 100%-olnám, de már ez is egy kicsit uncsi volt, hogy így cél nélkül megyünk és így csináljuk a dolgokat. Legalább ezt most már itt ki tudtam maxolni, hogy minden harmadik lövésünk sokkal, de sokkal erősebb. Majd akkor lesz izgi, hogyha mondjuk olyan karakterrel játszok, akikkel amúgy nem. Diamond, Shanna, Spark, a crossbow-val, a shotgunnal, vagy a shotgunnal, vagy a revolverrel, esetleg majd a dual SMG-vel. Kevés a lehetőség. Több szinergia kell, több módosító, vagy nem tudom, más pálya, esetleg más szörnyekkel. Nem tudom, milyen tervek vannak egyébként a játékkal kapcsolatban. Bugfixek jönnek, ahogy látom. Nem tudom. Annak örülnek, hogy a Steam populárba bekerült a játék. Nem látok értelmes semmit. Hogy így milyen tervek vannak, vagy valami roadmap, vagy valami hasonló, gyorsan még rákeresek. Nem látok semmit. Semmit az égvilágon. Jól van. Akkor ennyit erről, srácok. Szerintem így, hogy meglettek az achievementek, ezek a ritkább achievementek, akkor fogjuk elővenni legközelebb ezt a játszit, hogyha jön valami content hozzá. Egy nagyobb patch, vagy valami új karakter, új fegyver, vagy hasonló, addig pihenőpálya.